1105 nap, azaz valamivel több mint 3 év. Ennyit vártak erre a pillanatra a Fradi női labdarúgói. A játékvezető sípszava ugyanis azt jelentette, hogy két elveszített bajnoki döntőt követően 2019-ben ismét a Ferencváros lett az ország legjobb csapata. A lányok ezzel megkoronázták ezt a csodálatos Fradi évet, melyben a férfi labdarúgók, valamint a jégkorongozók és a vízilabdázók is bajnokok lettek, a dörnyei lányok pedig nemrég magyar kupa győzelmet ünnepelhettek ugyanitt az új Hidegkúti Nándor stadionban. Akkor is és most is rögtön a pálya szélén értékeltek a főszereplők a zöld-fehér híreknek. Az előző két évben is tisztességesen dolgoztunk, csak nem a munkának a mennyisége határozza meg, hogy milyen eredményt érünk el, hanem a pályán elvégzett minősége, legalábbis ami megjelenik belőle a pályán. Az idén több volt, mint tavaly, úgyhogy sikerült begyűjtenünk a bajnoki címet. Mekkora kő esett le most a szívedről? Igazából ma nem voltam egyáltalán ideges. Tehát ahogy indult a mérkőzés, az MTK próbált nyomást gyakorolni ránk, az idő kérdése volt, hogy mikor tudjuk majd átvenni a játék irányítását. Úgyhogy valahogy ilyen fura nyomorúság volt rajta, nem tudom miért. Igazából tényleg nem izgultam egyáltalán. A szünetben nagyon tiszta szemekkel találkoztam az öltözőbe, egy-két dolgot kellett helyre tenni, úgyhogy a másik fél idő megigazolta azt a munkát, amit elvégeztünk. Rúgtunk 3 gólt, 2 mérkőzésen 4-et az MTK-nak, 1-et kaptunk tőlük, úgyhogy maximális elégedett vagyok a csapattal. Milyen érzés, most sétálunk az aranyérem felé, jó sokat vártatok rá. Úristen, igen, nagyon sokat vártunk rá. Igazából az évek munkája kifizetődött, nagyon örülök, hogy újra arany lehet a nyakunkba, és hát nagyon büszke vagyok az egész csapatra, mert ezért most tényleg nagyon megdolgoztunk. Igazából neked is ez a harmadik. Mondhatjuk, hogy ez a legszebb pont emiatt a két évnyi bőjt miatt? Hát igen, mindegyik szép valamiért, mindegyik különleges, ez most igen azért, mert erre nagyon sokat kellett várni, és igen, nagyon különleges. Igen, most azért megkoronáztad az évedet egy góllal, bajnok címmel, kupagyőzelemmel és a legjobb játékossal. Volt már ennél jobb szezonod? Talán azt gondolom, hogy nem. Igazából a gólnak nagyon örülök, mert kaptam ezek külön díjért hideget, meleget. Nagyon szerettem volna bizonyítani, hogy azért nem érdemtelen ez a díj, úgyhogy nagyon örülök, hogy most ez góllal sikerült bebizonyítanom. A női NBA egy legjobb játékosának megválasztott Fenyvesi Evelin mellett Pusztai Sára az év felfedezettje is betalált a mérkőzésen, míg a végeredményt Csigi Eszter állította be. Velük is szerettünk volna interjúzni, méghozzá külön-külön, de az élet sokkal jobb rendező ennél. Hát igazából nem az, hogy kő esett le a szívünkről, de ezt már annyira akartuk és annyira megérdemeltük. Én úgy gondolom az egész éves munkákkal, az, hogy dolgoztunk. Tudtam, hogy van itt valaki. Gyere csak, most már maradj itt a másik gólszerző. Igen. Mit éreztél a gól után? Jót éreztem. Hát egy kicsit bőven. Nagyon jót éreztem. Emlékeztél a gólod? Emlékeztem. Én emlékeztem a gólomra. Légy szóval fordítva is. Hogy fordítva? Hát most megkérdezz, meg majd adom a számot. Úgy hallottam, hogy van a Ferencváros csapatában egy 17 éves, nagyon tehetséges játékos, 16-os messzáma. Mit gondolsz róla? Hát, ez szabad így? 18-as? Kisipoljuk. Hát, nagyon tehetséges lány, mondjuk rúghatna több gól, de elfogadjuk, maradhat. És mit gondol a saját maga teljesítményéről, hogy értékeli magát az egész csapatot, és persze Pusztai Sárát, hogy értékeli. Én úgy hallottam, hogy a meccs embere volt, extra volt a lány igazából, de nagyon szerény, én úgy hallottam, és nagyon jó fej. Én azt gondolom, hogy nagyon jól játszottunk, nem játszottunk annyira jól, de legalább rúgtunk gólokat, így van. Nem úgy gondolom, hogy a Pusztai Sára volt a legjobb, mert igazából kicsit... Nem illik hazudni egy interjúban. Ezért nem mondom azt, hogy ő volt a legjobb. Köszönöm. Kinek utalhatom a riporteri díjat? Maradj még egy picit, kérlek. Abszolút benne lesz, de nem tudom, hogy így fogod-e értékelni, mert hogy egy fantasztikus szezonod volt a magyar kupa győzelem mellett, ugye összejött a bajnoki cím és az év felfedezetjének választottak az MLS-nél. Hát hogyan tudnád ezt az évedet összefoglalni? Hát ezt az évet igazából szavakkal nagyon-nagyon nehéz összefoglalni, ezt érezni kell valójában. És nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy én ezt átélhettem, mert igaz, hogy a szezon első fele az nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de javítottam magamon, és a társaim ebben nagyon nagy segítséget nyújtottak, és tényleg nélkülük nem ment volna ez a csapat, ez a mindenem. A
harmadik bajnok csapata ez a Fradinak, már mint ami a női focit illeti. Hogyha az első két csapattal össze kellene hasonlítani, akkor ez a harmadik, ez milyen? Hát ugyanolyan erős közösség most, mint amilyen volt az első kettő, de szerintem jobb futballisták vannak a csapatban. Azok is, akik akkor játszottak nálunk, nyilván fejlődtek az évek során, illetve hát sikerült olyan játékosokat beépítenünk, akik nagyon nagy segítségünkre voltak ebben a bajnoki címben. Úgyhogy ez ugyanolyan csapat, ugyanolyan büszke vagyok rájuk, mint a legelső csapatra, de talán egy erősebb futballtudással rendelkező csapat. Össze lehet hasonlítani a hármat? Mert most erre nagyon sokat kellett várni. Azt gondolom nem, az első nyilván mindenből más, mert olyan érzés még sose volt, de erre nagyon sokat vártunk, és ugyanúgy elsírtam magam, mint tavaly, csak ezek örömkönnyek voltak. Mennyivel máshogy készültetek erre a címre, tudván, hogy az előző kettőt elveszítettétek talán favoritként, szóval mennyivel volt más a rutina meccs előtt akár? Azt gondolom, hogy most senkinek nem fordult meg az a fejébe, hogy elveszíthetjük ezt a bajnokságot. Tavaly is, tavaly előtt is 10-12 ponttal nyertük az egész alapszakaszt, aztán a rájátszást is, és utána meg sikerült mégis elveszíteni a döntőket, de most azt gondolom, hogy egységesebbek voltunk, és tényleg meg se fordult a fejünkbe az, hogy megtörténhet az, ami tavaly és tavaly előtt.